Minden magyar. Petőfi Rádió. Ne a szomszédban vagy a közösségi oldalakon keresd a választ. Kérdezz most a szakértőtől. Ez a hazai Mákkatával. És Szűcs Zsuzsannával, a Magyar Dietetikusok Országa Szövetségének elnökével. Szia! Szia, szia! Próbáljunk egy kicsit tudatosan felkészülni a húsvétra, étkezés szempontjából általad, úgyhogy nagyon-nagyon várjuk az ezzel kapcsolatos segítséget. Ugye, hogyha valaki szeretné elkerülni a húsvéti túlevést, hát ez így most kicsit furánhozik, hogy mit csináljon, nyilván ennyi is, aki a hűtőt mondjuk, vagy felezze meg a tárgyat, tehát hol lehetnek ilyen drasztikus megoldások, de tényleg viccet félretéve, ugye hát ilyenkor sonka, kalács, sajt, tojást akartam mondani, szóval hogy a legfinomabb dolgokat egyrészt ugye ilyenkor esszük, és ki is vagyunk rá valamilyen szinten éhezve, ugye a hagyományhoz hozzátartozik ez a fajta tálalási módszer is. Hát mire kell odafigyelni a leginkább? Például, hogyha a sonkákat vesszük, ugye óriási különbség van sonka és sonka között. Mi alapján hogyan választjuk ki a legjobbat, hogyha tényleg mondjuk a minőségre szeretnénk törekedni? Először is hadd nyugtassak meg mindenkit, hogy nincsen azzal semmi gond, hogyha húsvétkor hódolunk a hagyományoknak. Ez abszolút az identitásunk része, és ez teljesen oké. Ugyanakkor érdemes valóban a minőségre törekedni a mennyiség helyett, és a sonka erre szerintem egy nagyon-nagyon jó példa. Itt egyrészt érdemes megnézni azt, hogy a sonka az milyen húsrészből készül. Ez alapvetően meg fogja határozni a zsírtartalmát a sonkának. Érdemes azokat választani a tarja helyett, ami jellemzően magas zsírtartalmú, ami esetleg combból vagy lapockából készül, tehát itt már egy sokat tudunk nyerni. De nagyon sok olyan terméket lehet kapni, ami gyors érlelésű, ami azt jelenti, hogy nem csak beáztatják a páclébe a húst, hanem bele is injektálják, beleszúrnak és bejuttatják a hús belsejébe a páclevet. És ezt azzal tudjuk meghatározni, hogyha megnyomogatjuk egy kicsit a sonkát. Egyrészt az a jó minőségű, ami tömör, nem lehet sehol benyomni, és amiből nem folyik a lé. Tehát mindenképpen ilyet válasszunk. És hogyha van még pici energiák, akkor érdemes, mivel azért a sonka az egy gyorsan romló élelmiszer, megnézni a csomagolást, hogy ez biztosan épp legyen, ne legyen rajta semmilyen sérülés, és akkor biztosak lehetünk benne, hogy nem lesz semmi problémánk, hogyha ezt elfogyasztjuk. És érdemes hát elővenni egy nagyítót, szemüveget és a címkét elolvasni, hiszen ezen sok információ rajta van. A minőség megőrzési fogyaszthatósági időn túl például a húsrészi, sótartalom, zsírtartalom, tehát ezek lesznek a fontos infók. És akkor mire kell törekedni? Tehát akkor van egy jó teszt, hogyha megnyomkodjuk a sonkát a bevásárlóközpontban, akkor nyilván ezek a csomagolt sonkára gondolsz, de mondjuk amit a pultban tudok megvenni, hát azért ott nyilván nem tudom nyomkodni a sonkát, hogy az most milyen állapotú. Ez alapvetően orientál, de ott érdemes inkább ezeket a valóban a húsrészekre menni, és például egy valódi combból, tehát mondjuk dió, ami a combnak egy része, ebből készült sonkákat részesíteni előnyben. Hagyományos, picit lassabb érlelésű, természetes módon füstölt változatot. Hogyha az összetevőket nézzük, azért ott hát sokféle dologgal lehet találkozni, ízfokozóval, tartósítószerrel, és hát ne is nagyon menjünk messzire a só, ami ugye szintén nagyon sok van egy-egy sonkában. A sótartalmat azt már otthon a konyhánkban fogjuk tudni csökkenteni, azzal, hogyha főzés előtt beáztatjuk a sonkát, és akkor nyilván nem használjuk fel azt a levet, ami beáztattuk a húst. Ezzel lehet például a sótartalmat csökkenteni, és hát utána jönnek az ilyen triviális dolgok, hogy nyilván a sonkához eszünk majd valamit, zöldséget, főtt tojás, hogy ezeket ne sózzuk meg, ezzel nagyon-nagyon sokat lehet spórolni. Mi a baj a sok, vagy a magas sótartalommal? Magyarországon az ajánlott sónak a 2,5-3-szorosát teszik a felnőttek, gyerekek 4-szeresét, tehát nagyon-nagyon-nagyon sok sót eszünk általában, és ez az egyik oka annak, hogy nagyon sok a szív- és érrendszeri betegség, magas vérnyomás például, de bizonyos daganatos betegségeknek az előfordulási gyakoriságát is tudja növelni a túl sok só. A stúdióban
Szűcs Zsuzsanna, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnöke, aki abban segít nekünk, hogy egy kicsit tudatosabban felkészüljünk a húsvétra és az ünnepi asztalra, illetve az ott megtalálható dolgokra, illetve hogy jobban válasszuk meg, hogy a tányérunkat mivel pakoljuk tele. Miért fontos az, hogy mindig legyen a tányéron zöldség? Azért rendkívül fontos, hogy a napi élelmiszer mennyiségünknek a felét, legalább a felét zöldségek és vagy gyümölcsök alkossák, mert ezekben olyan az egészségünket védő hatású anyagok vannak, mint például a rostok, amik nagyon jók a szívnek, az ereknek, de a bélrendszernek is, illetve olyan vitaminok, ásványanyagok, illetve egyéb olyan se nem vitaminnak, se nem ásványanyagnak nem nevezhető anyagok, antioxidánsok, ízanyagok, illatanyagok, amelyek egészségvédő hatásúak, és ez abszolút igazolt. Ugye ma már az ember bemegy egy élelmiszerboltba, vagy egy zöldségeshez, nagyon sok mindent kaphat. Mennyire kellene követnünk a szezonális zöldségeket, és mennyire kellene inkább afelé húznunk, és azokat fogyasztani? Ma már az egészségesség mellett egyéb szempontokat is érdemes figyelembe vennünk, és az egyik ezek közül a környezeti fenntarthatóság kérdése. Erről azért nagyon-nagyon sokat lehet hallani, hogy nagyon nem mindegy az, hogy azok az élelmiszerek, amik a tányérunkra kerülnek, honnan származnak, azokat hogyan állítják elő. És a szezonális termékeknél, helyi termékeknél van a legnagyobb esélyünk arra, hogy ezek egyrészt sokkal frissebben jutnak el az asztalunkra, hiszen rövidebb ideig utaztak, kisebb távolságról jutottak el hozzánk. Másodszorban ezzel tudjuk, tehát esély van rá, hogy például a vitamin tartalma ezeknek magasabb, hiszen ugye tárolás, szállítás hatására elsősorban a fény és hőérzékeny vagy oxigén hatására, tehát könnyen oxidálódó tápanyagok, például a vízben oldódó vitaminok közül a C-vitamin 1 és B-vitaminok nagyon könnyen elbomlanak. Tehát minél frissebben, minél közelebbről, lehetőség szerint helyi termelésből ez lenne az ideális. És azt mondtad, hogy a tányérunk felének, zöldségnek és vagy gyümölcsnek kellene lenni minden esetben, tehát reggelinél, ebédnél, vacsoránál is? A hazai táplálkozási ajánlás az okos tányér egy napi étrendre vonatkozóan mutat nekünk utat, és ez főétkezések esetén teljesen jól egy-egyben akár leképezhető. Itt valóban a tányér felén, a maga fizikai valóságában zöldségfélék, gyümölcsök vannak. Tehát egy ebédnél ez nagyon-nagyon jól használható, de mindenképpen jó, hogyha azt, vagy arra gondolunk, hogy minden étkezés részeként együnk valamit ezek közül. Egyébként ez picikét úgy színesíti a képet, hogy a diófélék, magvak, mondjuk egy napraforgó maga, vagy akár szezám is ide tartozik, tehát abból is tehetünk a salátánkra, a reggeli granolába, vagy akár 10 óraira uzsonnára is elropogtathatunk, az is ide számít. Beszéltünk ugye még az elmúlt megszólalásnál a sonkákról, hogy mire kellene odafigyelnünk, csak egy tényleg dióhéjban, mert az előbb már elmondtuk, ugye, hogyha ezt előre lezacskózva, vagy nem is tudom, találjuk meg ezt a sonkát a boltok polcain, vagy éppen a hűtőpultban, akkor ugye, hogyha megnyomkodjuk, és ha nem ereszt levet, ha viszont ereszt, akkor a kettő közül azt választjuk, ami nem ereszt levet, akkor mindenki. Már egy picit jobban tehetünk az egészségünkért. Mennyire fontos, hogy főzzük a sonkát, vagy nyersen fogyasszuk? Mindenképpen érdemes főzni. Ez elsősorban élelmiszerbiztonsági célokat szolgál. Nézzük a tojást. Ott mire kell figyelni? Tojással kapcsolatban a táplálkozási ajánlások azért eléggé sokat változtak az elmúlt években. Nem tudom, hogy emlékszel-e, valószínűleg még óvis voltál a 80-as években, amikor, vagy még talán óvis sem, még kisebb, de amikor ugye óvaintettek a tojástól a koleszterin tartalma miatt. Ez ma már eléggé megváltozott. Heti szinten egy 5 darab tojás, az semmi gondot nem okoz általában. Itt, hogyha a húsvéti asztalt nézzük, akkor arra érdemes odafigyelni, hogy ezt egyrészt ne sózzuk meg, másodszorban pedig ezek a különböző ilyen majonézes, saláták, hidegtálak, ezt nagyon szeretjük vendégfogadásra tálalni, ezek azért elég jelentős kalóriatartalmúak, tehát ezeket inkább érdemes egy ilyen joghurtos, akár görög joghurtos változatra cserélni.
Szűcs Zsuzsannával, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnökével beszélgetek ebben az órában, hogy egy picit tudatosabban felkészüljünk a húsvétra, hiszen sokat tehetünk, ugye? Ha elmegyünk vásárolni, akkor bizony mi döntünk, hogy mit veszünk le a polcról. Tehát igazából ezen múlik minden. Ugye a tojásnál hagytuk abba, rengeteg tojásos étel van, ugye a saláták is, amik tojással készülnek. Említetted, hogy érdemes itt mondjuk joghurtot választani, például egy majonézes saláta elkészítéséhez, nem pedig mondjuk majonézt, vagy egy kicsit ugye a cukortartalmat csökkenteni egy ételben. Hiszen ha már elkészítünk mondjuk egy francia salátát, annak mondjuk olyan cukortartalma van, hogy azt elég lenne csak magában enni adott esetben? Ezért egy salátát, tehát egy néhány adag zöldséget nagyon jól kivált akár egy francia saláta, de ahhoz, hogy igazán komplett legyen, tehát például a fehérje tartalma is kielégítő legyen, azért érdemes hozzáenni valamit. És ez mi legyen? Nagyon változatos lehet, tehát érdemes nem mindig húsban gondolkodni. Tudom, hogy ezt jókor mondom, pont húsvétkor, amikor nagyon is esszük a sonkát, de akár egy tojást, akár valamilyen tejterméket, egy szelet sajt, akár halakkal nagyon jól lehet szerintem feldobni akár a hideg tálat is, akár ilyen füstölt, pácolt, grillezett történettel. A tojás tálalásakor mire kell odafigyelni? Illetve például a tojásfestés alkalmával elkészült tojásoknak mondjuk mennyi a szavatossági ideje? Tehát ott bátran elfogyaszthatjuk-e, mondjuk, hogyha éppen kedvet kapunk, egy festett tojás, hogyha szeretnénk megenni, akkor ezt bátran elfogyaszthatjuk, vagy azért legyünk óvatosak? Hát azért érdemes nem karácsonyig várni, vagy a következő húsvétig várni azzal, hogy ezt megegyük. Egy néhány napig még elfogyasztható. Hogyha biztosra szeretnénk menni, akkor azért érdemes hűtőbe tárolni. Ugye itt a tojással kapcsolatban nagyon sok élelmiszerbiztonsági kockázat az, ami fölmerül. Az egyik ilyen a szalmonella, a fertőzés. Itt arra érdemes figyelni, hogy tehát amikor megvesszük, akkor ezt külön részben tároljuk a hűtőnkben, és feltörés előtt, tehát mielőtt felhasználnánk, érdemes ezt ilyen megmosni olyan tisztítószerrel, ami fertőtlenítő hatású. Tehát ezzel tudunk sokat tenni magunkért. Másodszorban pedig érdemes valóban nagyon alaposan átfőzni, megsütni, és ez is biztonságosabbá teszi. Hogyha az asztalra kipakoljuk a sok-sok finom ételt húsvét alkalmával, várjuk a vendégeket, és hát nyilván beszélgetünk, kint marad a tál, mire figyeljünk, mennyi ideig lehet kint biztonsággal az étel az asztalon, mikor kellene elraknunk a hűtőbe, hogy azt a későbbiekben is esetleg, hogyha szeretnénk belőle enni, azt biztonsággal megtehessük. A főtételek esetében egyértelműen ez a szabály, hogy minél előbb tegyük vissza a hűtőbe az elkészítés, illetve a fogyasztást követően. Vannak nagyon klassz tálaló edények, amelyeket lehet hűteni. Tehát talán most még kevésbé nagy jelentőségű ez, mint nyáron, ahol, amikor nagyon meleg van ugye, alapvetően, tehát akkor érdemes valóban hűtött tálcákon kínálni például a felvágottakat, a tojásos ételeket. Itt, amire én dietetikai szempontból felhívnám a figyelmet, hogy ennek nagyon jó irodalma van, hogy minél inkább kint van az asztalon a sok-sok tál, annál nagyobb az esélye, hogy többször fogunk venni belőle, és túl esszük magunkat. Tehát érdemes esetleg azt megtenni, hogy egyszer szedünk, és aztán pedig eltesszük az ételeket az asztalról, és egyéb más közösségi tevékenységgel, egy társas játékozással, kártyázással, beszélgetéssel, sétálással töltjük közösen az időt, tehát nem feltétlenül csak evéssel. És a süteményekről még nem is beszéltünk, ajjaj, de mindjárt innen folytatjuk, illetve a kenyér, amit szintén, illetve kenyérkalács, amit azért még hozzunk be, szóval a folytatásban ezekről fogunk beszélgetni. Szűcs Zsuzsanna a vendégem, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnöke. Egy picit próbálunk tudatosan felkészülni a húsvétra. Ha szeretnél hozzászólni a műsorhoz, vagy ha kérdésed van, 0630 30 30 380, feltelted itt SMS-ben, vagy küldhetsz Viber üzenetet, illetve üzenhetsz a Petőfi Rádió Facebook oldalán is. Ez a hazai, a Petőfi Rádióban.
Ha szeretnéd elkerülni a húsvéti túllevést, plusz kilókat és rosszul lételt, ebben próbálunk meg segíteni egy kicsit tudatosabban felkészülni az ünnepekre Szűcs Zsuzsannával, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnökével. Mi a helyzet azokkal, akik időszakos bőjtöt tartanak ott például? Mi a helyzet abban az időben, amikor lehet enni, akkor jöhet a sonka, jöhet a kenyér, jöhetnek a sütemények? Ha a szabályok szerint játszik az, aki időszakos bőjtöl, akkor tulajdonképpen itt bármi és bármennyi ehető, tehát akár sonka, akár tojás, akár kalács. Tehát az időszakos bőjt az elsősorban és csak is kizárólag az étkezésnek az idejét határozza meg. Nyilván, hogyha valaki szeretné ezt jól csinálni, akkor abban a 8 órában, amikor eszik, akkor az egészséges táplálkozás szabályai az okostányér alapján eszik. Ugye nem beszéltünk még a finom kalácsról, a kenyérről. Hát, hogyha tudatosak szeretnénk lenni egy ünnep kapcsán, akkor például kenyér és kenyér között is tudunk választani. Milyen szempontokat érdemes itt figyelembe venni? Itt, amit mi elsősorban javaslunk, az a rost tartalma a kenyérnek, tehát erre érdemes odafigyelni, tehát a teljes értékű gabonákból, teljes kiérlésű lisztből vagy liszttel készült kenyerek azok, amiket elsőként érdemes választani. Naponta legalább egyszer érdemes valamilyen rostos gabonát tenni a tányérunkra. Ez lehet egyébként a már említett kenyér formájában, de lehet akár olyan ilyen tészta, ami teljes kiőlésű lisztből van, esetleg más típusú gabona, egy kuszkusz, egy bulgur, egy barnarizs, vagy nagyon jól beépíthető például a reggelire, de akár ételek elkészítéséhez is a zab, különböző zabpelyhek, akár granolák, műzlik, tehát sok-sok lehetőségünk van. Sok mindent akarok kérdezni egyszerre, úgyhogy azért kicsit elbizonytalanodtam. De ugye nagyon sokan szeretnének időt spórolni, és ezért kényelmes megoldásokat választanak, és ugye például nem otthon készítik el adott esetben a kenyeret, a kalácsot, hanem megveszik a boltban. De ahogy mi adáson kívül beszélgettünk, sok esetben azért nagyon sok időt spórolhatunk egyébként az otthon elkészített dolgokkal is. Csak egy kicsit más hozzáállás kellene mindehhez, ugye? Hát akár itt a húsvéti időszakban, de úgy bármilyen ünnep kapcsán nagyon sok olyan étel van, ami akár előzetesen elkészíthető, akár mondjuk egy nagyobb adag zöldség meghámozható, akár az megrillezhető, megpárolható a hűtőben, nagyon jól eláll, sok különböző étel elkészíthető belőle, akár a húsok pácolásával, darabolásával is nagyon sokat tudunk spórolni. És hát akár azt is meg lehet tenni, hogy mondjuk a süteményeknek a tésztáját előzetesen elkészítjük, és egy részét betesszük a fogyasztóba, és ez akár néhány hetet, hónapot is kibír, megvár minket, és akkor sokkal egyszerűbb ezt elővenni, és már süthetjük is belőle a sütit. A kovászos termékekkel kapcsolatban mi a véleményed? Ezt még a kenyereknél... termékek elsősorban, tehát nyilván itt ízben van különbség, tehát van, aki kedveli ezt a picit savanykásabb kenyérízt, de nem mindenki. Azok számára jelenthet ez táplálkozási előnyt, akiknek nem cöliákiájuk, de van egy nem tehát gluténérzékenység. Ugyanis a hosszú elkészítési idő következtében egy kicsit könnyebben emészthetővé válik az így előállított kenyér, de ugyanúgy glutén tartalma van. Petőfi Rádió. Minden magyar. Ez a hazai. Mákkatával. Vendégem pedig Szűcs Zsuzsanna, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnöke. Próbálunk tudatosabban felkészülni egy picit a húsvétre, az étkezésre. Úgyhogy, ha szeretnéd elkerülni a húsvéti túllevést, a plusz kilókat, akkor érdemes figyelni, és hát egy picit tudatosabban elindulni, például már vásárolni. Mm-hmm. Ugye erről sokat beszélgettünk, és hát van egy másik része ennek a dolognak, hogy mit tegyünk akkor, hogyha ránk tör a bűntudata az elfogyasztott ételek miatt, hogyha érezzük, hogy na itt most picit túltoltuk. Nincsen semmi ok arra, hogy bűntudatunk legyen, tehát én nagyon hiszek abban, hogy ez nem egy halálos bűn, hogy esetleg egyszer-egyszer többet ettünk. Nyilván érdemes törekedni rá, hogy figyeljünk a testünk jelzéseire, az éhségérzetre, jól lakottságérzetre, és csak annyit tegyünk, amennyi tényleg kell.
És tudatosan tudjuk, például, hogyha tudjuk azt, hogy délután egy családi összejövetel lesz, ahol a nagyi megfőzte a sok akármit, és abból nekünk enni kell, és akkor ezen például már a reggelinél, ebédnél tudunk tudatosan készülni, és picit kevesebbet enni. Tehát sokkal jobb megoldás ez, mint hogyha kihagyjuk mondjuk azt a reggeli ebédet, vagy az előző étkezést. Tehát ilyen módszerek vannak. És hogy tréningezzük magunkat arra? Nyilván, aki szereti az ízeket, annak egy picit nehéz, hogy és szoktuk ugye ezt mondani is, hogy hát igazából csak a szemem kívánja az ételt. Tehát érzem, hogy nem vagyok éhes, de az ízeket már a látvány alapján érzem, és ezáltal ugye ezt próbálom helyettesíteni, és bekapni egy-egy falatot. Mindenképpen érdemes az ünnepek alatt is tartani egy rendszert, tehát jó, hogyha van egy 3 főétkezésünk, egy reggelink, egy ebédünk és egy vacsoránk, és mellette, hogyha még igényünk van rá, akkor esetleg 1 vagy 2 kisebb étkezés. Tehát amit mindenképpen érdemes elkerülni, ez a folyamatos rágcsálás. Tehát pont amiatt, amit mondasz te is, hogy meglátom, érdemes egyrészt nem is kint hagyni ételeket a pulton, asztalon. Ezek azok, amik óhatatlanul plusz kilókat fognak eredményezni hosszabb távon. A másik pedig, amiről már az előbb egy picit beszéltünk, az valóban a tudatosság. És a tudatosság olyan szempontból, hogy nekem valóban ételre van-e szükségem. Tehát ez egy gyakori jelenség, és tapasztaljuk mi is a dietetikai praxisban, hogy stresszoldásra, szorongásra, örömre, bánatra, unalomból eszünk, és ez ami az egyik oka például annak, hogy ilyen nagyon sok túlsúlyjal élő van Magyarországon. Tehát érdemes próbálni visszatalálni egy kicsit így egy egészséges rendszerhez, és ahhoz az érzéshez, hogy valóban éhes vagyok-e, és hogy csak akkor együnk, hogyha éhesek vagyunk. Illetve ugye nem lehet kiváltani egyik étkezést a másikkal, ahogy mondtad is, hogy ha tudjuk, hogy megyünk egy ebédre vagy egy vacsorára, akkor ne csináljuk azt, hogy előtte semmit nem eszünk, mert akkor pont az ellenkezője fog történni, tehát akkor is kell egy picit reggelizni, csak nem olyan nagy adagot. Illetve, hogyha valaki túlette magát, azt érzi, hogy úristen, kidurran annyit evett, mondjuk van, aki esetleg úgy készül az ünnepekre, hogy na, itt majd jó sokat eszem, mert utána úgyse fogok. Tehát az mennyire veszélyes, hogy utána meg mondjuk teljesen valaki leáll, és akkor utána meg koplál. Abszolút a szélsőségek azok, amiket érdemes kerülni, meg ez az úgyse fogok semmit tenni, ez azért nem fenntartható, tehát érdemes egy olyan arany középutat találni, hogy nyugodtan lehet enni, minden étkezést akár megtartani, egy észszerű mennyiséget elfogyasztva. Ilyen szempontból egyébként a tenyerünk és a kezünk az egy nagyon jó módszer arra, hogy megbecsüljük az egészséges ételadagot. Hús esetében, és ezen nagyon szoktak csodálkozni, egy tenyérnyi lesz a normál adag, ujjak nélkül, tehát hogyha valaki ránéz a saját kezére, akkor nagyjából lehet látni, hogy mekkora hús az, ami elfogyasztható. Zöldségből, hogyha összetesszük a két kezünket, egy ilyen 2 maréknyi, tehát ebből minél több. Gabonaféléből pedig egy maréknyi lesz a normál adag, illetve krumpli esetében pedig egy ilyen ökölnyi, az, ami mutatja számunkra a normál mennyiséget. Na hát így már is szerintem tudatosan lehet hozzáállni hát nem csak a húsvéthoz, hanem az előttünk álló étkezésekhez is. És mit kezdjünk a maradékokkal? Maradékokból nagyon jól lehet akár újabb ételeket készíteni, hogyha akár egy krumplipüréből lehet nyoki, maradék zöldségből lehet egy krémleves, egy tésztaszósz. Ja, a sonkának a felhasználására is nagyon sok megoldás van, a tésztáktól kezdve szendvicseken át a salátákig bezárólag, vagy akár levesbetétként is nagyon jól fogyaszthatók. Tehát érdemes ezeket eltenni, és új ételt varázsolni belőle. És mire figyeljünk? Mi a legfontosabb a maradékokkal kapcsolatban? Hát elsősorban az élelmiszerbiztonság, tehát ez az, ami fontos, hogy minél hamarabb kerüljön a hűtőbe, címkézzük fel, írjuk rá esetleg, hogy mikor tettük el, mi van a dobozban, és hát minél előbb tettünk el valamit, annál előbb használjuk fel, ez is egy általános irányelv. Szűcs Zsuzsannával, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnökével beszélgettem ebben az órában, próbáltunk egy picit tudatosabban felkészülni a húsvéti időszakra, úgyhogy köszönjük szépen a jó tanácsokat.
És innen már is folytatjuk tovább, akinek esetleg van jó recept ötlete, azt is megoszthatja velünk a folytatásban. Itt a Petőfi 0-30-30-30-380 az SMS számunk, de lehet küldeni Viberen is üzenetet, aztán mindjárt jön a Balkán fanatik is. Petőfi Rádió. Minden magyar.